Június 9-e van, jó estét kívánok, örülök, hogy minket választottak, és remélem, hogy ma este sem fognak csalódni a Tatai Televízió műsorában, elsőként a Mozaik műsorban. Telefonszámunk 383-523, ezen várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, véleményüket a műsorban elhangzottakkal, látottakkal, hallottakkal kapcsolatban. Aki játszik velünk az első fél órában a Mozaikban, a Suters ajándékát nyeri majd. És hogy mit láthatnak az első fél órában? Az ünnepi könyvhét alkalmából mi nem csak a címlapokat, hanem a könyvek hátoldalát is megnéztük, nevezetesen azt a részt, ahol általában az árak találhatók. Egy különleges kiállítás, különleges megnyitójának különleges helyszínéről is hoztunk tudósítást, és megismerkedhetnek arról is, hogy milyen a 21. század alakformáló berendezése. A Fazekasúti Általános Iskola ebben az évben ünnepli az énektagozat 40. évfordulóját. Ennek alkalmából igazán gazdag és igazán szép és igazán színes programot állítottak össze, ebből csemmegéztünk mi, és ebből láthatnak egy összeállítást, természetesen sajnos a teljesség igénye nélkül az első fél órában. Az idei alkalom már a 68., hogy június elején, illetve május utolsó hetében az ünnepi könyvhét alkalmából a kortárs írók, költők verseit, illetve műveit vásárolhatják meg. A könyvtárban Géczi János Dunaszerdahelyen kiadott könyveit mutatta be Gyüssi László és az író. 1927-ben Supka Gézának a fejében született meg az a gondolat, hogy a magyar könyvet meg kéne ünnepelni oly formán, hogy a kiadók, a terjesztők egy hivatalos listát összeállítanak, amely valóban reprezentálja a magyar könyvkiadást, a könyvterjesztést, a legjelentősebb műveket minden évben szeretnék kiadni. Hivatalosan 1929 óta rendeznek meg Magyarországon ünnepi könyvet. Az idén az ünnepi könyvét hivatalos listájára 160 könyv került fel. Megpróbálok azért néhányat felvillantani. Ezek közül hagyomány már az, hogy a körkép és a szép versek ebben az időszakban jelennek meg, és ebben az időszakban kedvezménnyel vásárolhatók. Korábban mennyit könyvet tetszett vásárolni? Sokat, kedvesem. A gyerekemnek a tankönyveket is, a lexikonokat is, a mindent. És amikor dolgoztam, akkor a munkahelyen is általában könyveket ajándékoztam a gyerekeknek, úgyhogy... Sajnos most nem tudom. Elég drágák sajnos. Én tudok róla mondani. Hány könyvet engedhetsz meg magadnak úgy havonta? Főleg antikváriumban vásárolok, úgyhogy egy olyan havon 10.000 forint lemegy. Könyvárak növekedését hogy érzi az író a saját szemszögéből? Mindenekelőtt ugye kevesebbet vásárol az író, már hogyha író. Tehát én a mostani könyvhéten egyetlen könyvet tudtam venni, 2500 forintos szakkönyvet, szép irodalmat semmit nem. Azt gondolom, hogy ez a dolog nem arra viszi el a dolgot, hogy az olvasók olvassanak, hanem arra, hogy nem is a kiadók, leginkább a terjesztők valamilyen profitot tudjanak a saját zsebükre vágni. Mert hogy végülis a könyvárak önmagukban nem drágák. Tehát egy 2000 forintos könyvet meg lehet venni, de hogyha hozzátesszük, hogy erre a terjesztő 1500 forintot tesz, akkor már rémítő a helyzet. Példányszámokról legyen olyan kedves valamit mondani. Nekem elég saját véleményem, sajátos véleményem van ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha már valamit kiadnak, akkor kis példányba számba érdemes, vagy illik kiadni, aztán hogyha elfogy, akkor ki kell adni másodjára, harmadjára, ötödjére, nagy példányszámba. Azért a kortársi irodalomnak nagyon kevés olyan alkotója van, aki 2-3 000 példányt nyos olvasókkal rendelő példányt el tud adni. Ez nem is baj, tehát ez így normális. Persze a kiadók azért adják ki nagy példányszámban, mert így azt gondolják, hogy olcsóban tudják a könyvet eladni, de hát azt gondolom, hogy a polcokon meg a raktárokon maradt könyv az nem olcsó. Jó estét kívánok, kivel játszom? Háló, csakram, Szabó Zsuzsanna vagyok. Szervusz Zsuzsanna. Drusszák vagyunk. Kezdhetjük? Összerakós játék lesz. Jó. Jó? Jó. Ez a Fellner templom, ugye? Megismerted? Igen. Már is keveri a gép. Nehéz lesz, Zsuzsi? Nem. Jó. Szerintem kezdjük az alapoktól, jó? Jó. Ügyesen. Hármasta. 8-1.
Mégiscsak attól... 82. Jó. Egy, kettő. Hetes, hatos. Már csak kicsit szétállnak a tornyok. Három, négy. Hetes, nyolcas. Igen, most egészen érdekes lett a Fellner tempó. Hatos, négyes. Ügyes, rakja csak. Ötös, hatos. Igen. Ügyes vagy. Hatos, kettes. És még ott lesz egy kis csere. És egy, kettő. Ügyes vagy, Zsuzsi. Megnyerted a Szutersz ajándékcsomagját. Holnap délelőtt 9 órától jöhetsz is érte a szerkesztőségbe. Van még iskola? Igen, még van. Még van iskola? Hát akkor az anya, hogyha beszalad érte, akkor neki is odaadjuk, jó? Ja. Szervusz, Zsuzsi, nézzél minket tovább. Köszönöm, csakkolom. Az előbb már helyettem, látták azt a helyet, ahol az elmúlt hét végén egy különleges kiállítás, különleges megnyitójának különleges helyszíne volt tulajdonképpen. Bálint Csaba, Bánházi Csaba antikváriumára azt mondják a barátai, hogy igazi azílium. És most már galéria is, ugyanis Kovács László Szilencium című kiállítása itt kapott helyet. Két okból ajánlom a kiállítást, vagy hát a Kovács Lászlót személy szerint. Egyik az, hogy ő volt az első garnitúra a szakkörösök közül, akik a legjobbak közé tartoztak. Most éppen ő Szegeden van rajz latin szakon, és hát próbálkozik a nagy magas kézművészeti főiskolával. Hát reméljük, hogy idén sikerül neki, egy nagyon tehetséges, nagyon érzékeny fiatalember. Abszolút jó habitusa van az ilyen dolgokra. Hát még sokat kell majd dolgozni neki, de nekem tetszik a világa is, az, hogy egy mély, elgondolt, olvasott világ, amit ő csinál, a mitológia például. Önál kiállításom már volt Szegeden, több kiállításom, és itt Tatán is volt már tavaly, így nyáron. Hát ez most egy kicsit rendhajó lett ahhoz képest, de nagyon tetszik. Az Azilium Antikváriumban ez az első kiállítás. Igen, ez ami tulajdonképpen véletlennek köszönhető. Beszélgettünk a Lackóval, és mondta, hogy szeretett volna egy kiállítást csinálni, de hát hely nincs, lehetőség nincs. És akkor eszembe jutott, hát nem én találtam fel a spanyol viaszt, történt már olyan, hogy kiállításokat nyitottak olyan helyen, ami igazából nem galériának készült, és javasoltam neki, hogy csináljuk meg a boltba. Ő ennek megörült, és aztán realizálódott a kiállítás. Különben az Azilium könyvesbolt, az grafikusok, költők találkozó helye? Járnak be emberek, akik ehhez a népcsoporthoz tartoznak. Tulajdonképpen egy barátom mondta azt, amikor benn volt, és éppen úgy jöttünk össze többen, hogy elbeszélgettünk, hogy ez tényleg egy azilium, mert ide be lehet jönni, el lehet beszélgetni, meg lehet nyugodni. Tulajdonképpen ez is a célja. Nagyon szeretném, hogyha nem ez lenne az egyetlen kiállítás, amit csináltunk. Hál' Istennek szponzorokat nagyon könnyen sikerült találnunk, hisz az Almási úti üveges és képkeretező, valamint a Szoller nyomda nagyon készségesen állt a rendelkezésünkre, abban, hogy tulajdonképpen a dolog anyagi hátterét biztosítani tudjuk. És remélem, hogy ez a jó kapcsolatunk, ez folytatólagos lesz. Meddig látható a kiállítás? A kiállítás 29-ig lesz nyitva. A képeket megvenni is lehet, tehát megpróbálunk úgy galériaként működni, hogy nem csak kiállítás, hanem tulajdonképpen a képek megvásárlására is lehetőség legyen. Thank you.
következő percek nem csak nőknek szólnak, hiszen mindannyian, akiknek egy kis súlyfeleslegük van, ismerik azt az érzést, hogy amikor végre elhatároztuk, hogy most aztán azt az 5-6 kilót ledobjuk, és aztán sikerül is azt az 5-6 kilót ledobni, akkor döbbenünk rá, hogy az az 5-6 kiló nem biztos, hogy onnan ment le, onnan le kellett volna mennie. Legalábbis azokon a részeken még maradt valamicske, amitől mégsem férünk bele a tavalyi fürdőruhába. Ekkor, ebben a pillanatban jön a MASZK 2000 és alakformálás a legmagasabb fokon a 21. századból. Tisztázzuk legelőször is, ez a berendezés fogyasztógép vagy alakformáló? Egyáltalán nem fogyasztó, hiszen azt hiszem, hogy kilókról szó sem lehet, amit ettől a kezeléstől elvárhatunk. Centikről van szó, méghozzá olyan helyeken, ahol a fogyás után is maradnak csökönyösen kisebb zsírpárnáink, illetve azon kívül, hogy alakformáló, még csomó egyéb hasznos dolgot is tudunk vele elérni. Például izom rugalmasítást azokon a területeken, vagy bőrfeszítést azokon a területeken, ahol a fogyás meglazulást, petyhűtséget okoz, illetve remekül alkalmazható a cellulitis kezeléshez, ami egy komoly probléma, amit mi narancsbőrnek ismerünk egyébként a mindennapokban. Ennek a kezeléshez is kiválóan alkalmas. Teljesen megoldható bármilyen testterület vagy testtájék fogyasztása, mert az elektródákat mobilon mozgathatom, attól függően, hogy mit szeretnék lefogyasztani, illetve mit szeretnék rugalmasítani. Tehát oda teszem, ahova a páciens kéri. Ez egészen különleges dolog is lehet, például egy felkart pegyhűtsége. Nyugodtan lehet egészen speciális olyan helyek is, amiket egyébként tornagyakorlatokra szinte lehetetlen lefogyasztani. Milyen alapelve? A készülék alapelve a legmodernebb, ma használatos fogyasztóberendezések működnek ezen az elven. Egy inger áramot közvetít a sejt felé, a szövet felé, ami inger áram következtében aktiválja a sejt működését, illetve a sejt működés aktiválódása a zsírszövetek lebontását és annak a testtájnak a teljes lebontását, vagy elvékonyítását is képes megoldani. Kiknek ajánlja? Hát elsősorban nem azoknak ajánljuk, akiknek hatalmas súlyfeleslegeik vannak. Azoknak akkor, ha már egy fogyókúra után, meg nagy tornák után vannak, akkor még az utolsó simításként ajánlhatjuk nekik. Inkább olyanoknak ajánljuk, akik valóban tornáznak, dolgoznak, figyelnek az alakjukra, de bizonyos testtájakkal egyszerűen képtelenek megbírkozni. Aztán nyilván az idő múlásával bármennyire is tornázunk, bizonyos problémák mégiscsak jelentkeznek, ezeknek a problémáknak kisletetése is lehet. A Fazekas úti általános iskola énekzene tagozata ebben az évben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Abból a színes és gazdag programból válogattunk, amelyet az évfordulóra rendeztek, szerveztek, az iskola pedagógusai, volt diákok és mostani diákok. Elsőként az első összeállításban azt a pillanatot mutatjuk meg önöknek, amikor találkoztak kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, és egy hétre az iskola tornaterme kiállító teremmé változott. Az első tatai általános iskola, akinek saját évkönyve van. Igen, a 40 éves évfordulóra úgy gondoltuk, hogy meg kell örökíteni ezt a 40 évet az utókor számára. Ha úgy tetszik, akkor egy helytörténeti kiadványt is szerkesztettünk vele, hiszen tataiaknak szerkesztettük, tataiaknak szól, a tatai diákoknak, öreg diákoknak, jelenlegi diákoknak. Teljesen más a szerkesztési rendszere, nem adathalmazt tartalmaz, inkább visszaemlékezést tanulóknak, öreg diákoknak. Mit jelent az a 40 év, illetve az itt töltött 8 év a tagozatban egy-egy diák számára, vagy egy-egy tanár számára. A szerkesztésben elsősorban a visszaemlékezést tettük az első helyre, a történetet Baranyi tanár úr, aki a tagozatot létrehozta, megalakította, majd tanár voltam, diák voltam a tagozatban, címszó alatt nagyon sok visszaemlékezés található benne. Legvégül valamennyi tagozatos tanulónak, aki a 40 év alatt itt végzett, a népsora osztályfőnökökkel, és a mai tanulóinknak a írásai, hogy miért szeretnek a Fazekas utcai általános iskolába járni. Ez az évkönyv az elmúlt 40 esztendőt foglalja össze. A kiállítóterem sarkában viszont van egy rajz, van egy elképzelés, talán a következő nem is 40, hanem 140 esztendőre. Hát igen, ez egy dédelgetett álma az iskolának. A legnagyobb hátrányunk, hogy széttagolt iskola, hiszen több telephelyen működünk. Az lenne jó, hogy itt a Fazekas utcai részlegen egy négy tanterem épülne,
emelet ráépítéssel, és egy ebédlő, és ezzel a sok-sok telephely megszűnhetne, és egy helyen lenne az iskola. Ez a gyereknek, a szülőnek nagyon jó lenne, de ha úgy fogalmazom, hogy gazdasági szempontból is jó lenne, hiszen jóval olcsóbban működhetne az iskola. Igaz, hogy költséget jelent, nem is keveset, esetleg több 10 millió, de ez éveken keresztül biztos, hogy megtérül. Ez most még csak egy idea, vagy van már valami reális időpont mondjuk a kezdése, az átalakítás? Hát ez a terv. Ott kezdődik, hogy a műemlékvédelmi felügyelőségnek engedélyt kell adni, hiszen egy műemléki környezetben van az iskolánk. Remélem, hogy ez a látványterv, ez megnyeri a műemlékvédelem tetszését és engedélyezi. Utána egy költségvetést kell készíteni. Bizonyos mértékig rendelkezésre állnak pénzösszegek, amik most nem forintosíthatók, épületekről van szó. El kell adni ezeket az épületeket. Ebből befolyt összegből, vagy az egyházi ingatlan visszapótlásából a Kocsi utcai részleg esetére gondolok, és akkor egy nagyon kevés kellene az önkormányzat támogatásából. Én azt hiszem, hogy így megvalósulhatna ez a dédelgetett terv. A jövőkép mellett a Fazekas utcai általános iskola tornatermében az évforduló hetében ott van a múlt és természetesen a jelen is. Szerdán ugyanis iskolatörténeti és képzőművészeti kiállítás nyílt, amely egy héten keresztül még látható. A fal mellett vitrinekben és táblákon fotók százai mesélnek régi diákokról, egyszer volt, hol nem volt diák évekről. Majdnem egy éves munka fekszik ebben, mert az öreg kollégáink hozták csak össze, és mire összeszedegeltük egyenként, részenként sokba tartott, de Baranyi Józsi bácsi segített a legtöbbet. Ő nagyon sokat megőrzött belőlük. Majdnem minden volt tanuló küldött, volt, akinek a nagynénikéje, nagybátyja hozta, meg a gyerekek maguk is szedegették a fotóanyagokat össze, meg a úttörő szertárunkban sok mindent megtaláltunk még mindig. És az iskola tulajdona marad, vagy visszakerül, ragaszkodnak hozzá a saját tulajdonosok? Részben az oklevelek, a személyre szóló okleveleket, a személyes fotókat azt visszakérik, de van egy csomó anyag, amit azt mondták, hogy nekünk adományozzák. És ezzel szeretnénk megvetni az iskola történeti gyűjteményünk alapját, én vagyok a könyvtáros is, és a könyvtárban ezt meg tudjuk valósítani. Meddig látható ez a kiállítás? 11-ig látható a kiállítás, délelőtt és délután 4-ig. Hát a 40 év az 40 év, akkor én is fiatal voltam, tele energiával, de a gyerekek azok tündériek voltak. Mi akkor hittünk abban, hogy mi tanítunk, tehát nem otthon tanulják meg, hanem mi megtanítjuk, és arra büszke voltam, én készségtárgyal tanítottam, és én arra voltam büszke, hogy nem úgy ment haza, hogy nem tudja a leckét, hanem én megtanítottam. Tehát én azért voltam, hogy megtanítsam. Az akkori énekzene tagozatos osztály más volt-e, mint az évfolyam többi osztálya? Más volt. A szülő többet akart, jó hangúak voltak, de képességben is jobbak voltak, tehát többet akartak. Én úgy érzem, hogy könnyebb volt velük foglalkozni, mint esetleg a kollégám, aki nem énekzenébe volt. És a kis koncert után nagy koncert. Zsúfolásig megtelt szombaton este az Ötvös Gimnázium sportcsarnoka, ahol az énekzene tagozat a jubileumi koncertet tartotta. Nem is kezdődött 40 évvel ezelőtt? Miért volt szükség zenetagozatra, énekzenetagozatra? Ajaj. Hát 1947-ben kerültem Tatára. 52-ig kántorizáltam, mert kántortanító voltam és vagyok, annak vallom magam. 52-ben már nem lehetett kántorizálni, eltiltottak bennünket, és attól kezdve én úgy éreztem, hogy valamit kell tennem, hogy amit én nem tehetek meg nyíltan, valami burkolt formába más tehesse. 53-ban rám bízták a megyei tanács, akkori megyei tanács a zeneoktatói munkaközösség szervezését. Az elméleti oktatást kellett végeznem, nem mondom, megvan az első pont, megtanítom a gyerekeket a kottaolvasásra, és hogyha azok tudnak, akkor bemehetnek nyugodtan, akár templomba, akár hova, énekelni tudnak. Na, 55-ben viszont
kineveztek ide az iskolába igazgatónak, mert az előbben Rácz Gyula bácsi beteg lett. És akkor, amikor tanulmányoztam a rendeleteket, rábukkantam a zenetagozat szervezésével kapcsolatos rendeletre, gyorsan megfogalmaztam a kérelmet, szülőkkel aláírattam, fölküldtük a minisztériumba. Januárba beadott kérelemre májusban jött a válasz, hogy megszervezhetjük a tagozatot. Hát valahogy így. Varanyi József számára mindig fontos volt a zene? Hát fontos, mert jóapám kántortanító volt, vezetett énekkart Szomódon. Nagykőrösen, ahova jártam a tanítóképzőbe, hát ott élt a zene, hisz korálytanár úr nekünk az ottani kőrösi diákoknak és az énekkarnak műveket írt, ő maga vezényelte, úgyhogy én nagyon korán megismertem korálytanár urat, mint tanár urat. Őszinte tisztelője voltam és vagyok is. Miért fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb kapcsolatba kerüljenek a zenével? Minél korábban kezdik a gyerekek tanulni a zenét bölcsődébe, óvodába, ha jó hangú vezetőik vannak, azok magukba szívják a muzsikát, és az nagyon-nagyon nyugodtá teszi az embert. Könnyebb elviselni az életviharait? Mindent. Sokkal könnyebb. Hát azt merem mondani, mert nagyon sok olyan dolgon mentem keresztül, hivatali formába is, meg hát egyéb vonatkozásba is, hogyha nem lett volna itt mellettem a dal, vagy nem értem volna ezt a zenét, amit nem is zene ez, ez olyan belső lelki megnyugvást jelentő foglalkozás, amit nem lehet kifejezni. Hisz azt mondta, nem tudom most idézni, hogy ki is, ha ahol a szó elnémul, ott kezdődik a zene. Amit nem lehet szóba kifejezni, a zenével még mindig fokozni lehet annak az értelmének a kifejezését. És ezt merem mondani, hogy hallom. Június 9-e van, jó estét kívánok, örülök, hogy úgy döntöttek, hogy minket a Tatai Televízió műsorát választják. És természetesen köszöntöm önöket is, akik már 7 óra óta a Tatai Televízió Mozaik műsora óta velünk vannak. Azoknak, akik látták a Mozaik műsorban a Fazekas úti általános iskola ünnepi programjáról készült összeállításunkat, illetve mindazoknak, akik várják az összeállítást, még erről az ünnepi programról szeretném elmondani, hogy arról a hangversenyről, jubileumi hangversenyről, amely megtöltötte nézővel az 5-ös gimnázium sportcsarnokát,
Arról még önök láthatnak majd összeállításokat a következő adásokban. Olyan csodálatosan szép koncertet kapott a város, és kollégáim egészen hosszú anyagot rögzítettek ebből a koncertből, amelyet azt hiszem, hogy érdemes megosztani önökkel, valódi igazi zenei élményben lesz majd részük. De minden esetre maradjunk még a mai napnál. Telefonszámunk 383523, ezen várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, véleményüket az adásban elhangzottakkal kapcsolatban, és remélem, hogy ha velünk töltik ezt a mai estét, akkor úgy találják majd, hogy érdemes volt. Az első részben rövid híreket láthatnak majd, hallhatnak majd arról, hogy mi történt az elmúlt héten Tatán. A bemutatunk utána önöknek egy 30 éves, megfiatalodott autóbuszt, amivel már önök közül nagyon sokan találkozhattak Tata utcáin az elmúlt héten. Egy meglehetősen komoly témában várjuk majd telefonos véleményüket. A komoly téma pedig arról szól, a közel több mint 10 perces összeállítás, hogy vajon megvéd-e a védőoltás. És egy tatai családról szól, akik az alkotmányban foglalt jogaikkal élve úgy döntöttek, hogy nem engedik semmiféle védőoltással beoltatni gyermekeiket. A testvérvárosi kapcsolat jegyében két héttel ezelőtt egy hetet töltöttek az olaszországi testvérvárosban tatai gyerekek. Hogy milyen is az olasz Rivierán található Arenzano, a testvérváros, erről egy 20 perces filmet hoztunk önöknek. Az adás végén pedig szeretnénk segítséget nyújtani mindazoknak a szülőknek, akiknek általános iskolás, középiskolás gyerekeik vannak, és igazából nem tudják, nem találkoztak még összefoglaló kiadvánnyal, ami a nyári üdülésre, a nyári időtöltésre adott volna tanácsot. Egy 6 perces zenés összeállításban válogathatnak a város kínálatából. Elsőként pedig rögtön gyerekek és nyár egy nagyon fontos információ. Közvetlenül az adás előtt kaptunk egy faxot a Jászmin általános iskola pedagógusától, illetve igazgatónőjétől, aki értesíti a szülőket, hogy a Jászmin iskolások megérkeztek az erdei iskolába, Balatonlellére, minden rendben volt, ne izguljanak értük, csak azért izguljanak, hogy jó idejük legyen. A gyerekek ma már fürödtek is a Balatonba, és pénteken körülbelül 15 és 16 óra között érkeznek majd haza. És akkor kezdjük a rövid híradásokkal. Június 1-től megváltozott a vasúti menetrend. A Budapest-Hegyeshalom szakaszon a változás egyik oka az volt, hogy a sok szintbeli kereszteződés, megszűnt, és így a vonatok már nem 120, hanem 140 kilométeres sebességgel száguldanak majd. Az elkészült tatai felüljáró két szintbeli kereszteződést váltott ki. Az ünnepi átadó még nem történt meg, de az autósok már közlekedtek a felüljáró. Milyenek azok? Hát először is akkora tömegű munka volt itt a hegyeshalmi vonalon, hogyha mindegyik fő munkára egy külön ünnepélyes átadást szerveztünk volna, akkor most az utóbbi hónapokban és a közeljövőben már sem csinálnánk, csak avatunk. E részavatások helyett előreláthatólag július 4-én egy központi avatás lesz itt a vonalon, melynek a központja a Tata állomás. Ide várjuk miniszterelnök urat, és itt szeretnénk a vonalat ünnepélyesen forgalomba helyezni. És ennek része Tata állomáson kívül, vágányhálózatán kívül felvételi épület, és részben a csatlakozó úthálózat, és így a felüljáró is. A felüljáró milyen nagyságrendű beruházás volt? Ez a járulékos munkákkal együtt meghaladta a 500 millió forint értéket. A útalap 50%-os hozzájárulásával tudtuk elvégezni, közútkezelőkkel közös beruházás lebonyolításban végeztük ezt a feladatot. Milyen munkálatok vannak még hátra? Hát kisebb jellegű utómunkák, amik még hátra maradtak, árokburkolások, fordulónak a végleges kialakítása, és a normál utasforgalmat nem zavaró egyéb kisebb jellegű feladatok. Mi volt a legnagyobb probléma ennél a felüljáró építésnél? Az indítás. Eredeti programunkban ez nem szerepelt, és amikor döntés született arról, hogy indítani lehet a munkát, akkor rettenetesen gyorsan kellett előkészíteni engedélyezési tervek, tenderezés, és eljutni odáig, hogy röpke másfél év alatt a döntés után itt a felüljárót üzembe lehessen helyezni. Mennyire gyorsítja ez a vasúti közlekedést? Ennek segítségével egyrészt a két útátjárót, szintbeli útátjárót meg tudtuk szüntetni, tehát két szintbeli helyett lett egy külön szintű keresztezés,
és így a 140 km, 120 km per óra helyett 140 km-es sebességgel tudnak majd a vonatok ebben a zónában közlekedni. Mi a helyzet a vértesszülősi átjáróban? Vértesszülősi átjáró munkái elmúlt hónapban elkezdődtek. Programütemezés szerződés szerint annak ez év végéig, december 15-ig be kell fejeződni, és azt szintén szeretnénk átadni. A Budapesti Részvétel Alapítvány szervezte annak a magas szintű zimbabwei küldöttségnek magyarországi programját, akik az elmúlt héten a tatai cserépgyárban voltak. Az afrikai kontinens déli részén fekvő Zimbabwe kormánya a magánszektor fejlesztése érdekében 1991-95 között gazdasági kiigazítási programot hirdetett meg. Ennek során liberalizálta ugyan a bel- és külkereskedelmet, valamint a devizapiacot, de nem történt lényeges előrelépés az állami irányítás reformja és az állami vállalatok privatizációja terén. A gazdasági reform következő fázisa a gazdaság teljes átalakulását célozza. Letérését a 80-as évek államszocialista modelljéről a világgazdaságba illeszkedő piaci modell irányába. A USAID Zimbabwei vállalkozásfejlesztési projektje támogatja a zimbabwei kormányprogramot. Olyan megoldásokat keres, amelyben egyrészt a befektetések és beruházások ösztönzése által a széleskörű tőkefelhalmozás új lehetőségeit megteremtő gazdasági növekedést eredményeznek, másrészt a zimbabwei benszülött lakosság körében széleskörű tulajdonlást, az átalakulásban való gazdasági érdekeltséget teremtenek, különös tekintettel a munkavállalói tulajdonszerzés kiterjesztésére. Ez az oka annak, hogy június 3-án magas szintű zimbabwei küldöttség érkezett a tatai cserépgyárba tanulmányozni a dolgozói tulajdonlás mintaként szolgáló megoldását. A küldöttséget a zimbabwei kormány állami vállalatok privatizációjáért felelős tagja vezette, de itt volt az afrikai ország pénzügyminiszter helyettese, kereskedelmi és ipari tárcájának helyettes államtitkára, valamint bankárok és cégvezetők. Ez a delegáció azért van itt, hogy tanuljon. Szóval Zimbabwe-ben egy nagy gazdasági átalakulási program van, amiben privatizáció, gazdaságfejlesztés, és főként mondjuk a fehérek helyett a fekete afrikaiak tulajdonhoz juttatása, különösképpen a dolgozók tulajdonhoz juttatása az egyik kérdés. Na most ennek jogi, pénzügyi, finanszírozás és mindenféle technikája lehetséges, és jöttek tanulni, számos sikeres MRP-s cég van. A Tatai Cserép Ipari RT az egyik, hanem a legsikeresebb ilyen MRP-s cég, amelyik 100%-ban dolgozói tulajdonban van. És nem csak gazdaságnak sikeres, hanem olyan vezetése van, akit meg lehet mutatni egy nemzetközi szintű, kormányszintű delegációnak, akik elkötelezetten és nagyon okosan tudják elmondani a saját sztoriukat, és tudnak beszélni büszkén is, de tárgyszerűen arról a sikerről, amit elértek. A Magyar Bérkilövő és Független Vadásztársaságok Országos Szövetsége, valamint a Komárom-Esztergom megyei Bérkilövő Vadászok Szövetsége a vadászterület tulajdonosainak és a vadászterület bérlőinek szakmai napot rendezett, amelynek témája a vadászati törvény és annak végrehajtási utasítása volt. Ismert dolog az, hogy ugye a vadászati törvény megszületett, és ezzel kapcsolatban a végrehajtási utasítása is kijött, és közben megszületett a vadászkamarai törvény is. Most ezzel kapcsolatban nagyon sok probléma merült fel mindkettővel kapcsolatban. Új a területen lévő vadgazdálkodó vadászok között, mint a tulajdonosok között, és hát ugye akik kimaradtak a régiek belőle, azoknak az a problémájuk, akik nem jutottak be, azoknak az a problémájuk, és ezzel kapcsolatban hát van több, ugye van adózási probléma, van egészségbiztosítási probléma. Mi azért hívtuk össze most ezt a tanácskozást, hogy ugye ezekről az illetékes vezetők hát adjanak tájékoztatást. A parlamenti vita során komoly érvek és ellenérvek hangzottak el a kamara megalakulásával kapcsolatosan, illetve azt, hogy szükség van-e a Magyar Agrárkamara mellett egy vadászkamara, egy országos magyar vadászkamara megalakítására. Szeretném jelezni, hogy végül is a parlamentben ez volt a többségi álláspont is, hogy itt két különálló szervezetről és két különálló feladatot ellátó szervezetről van szó. A Magyar Agrárkamara a vadászatra jogosultak, mint gazdálkodók üzleti tevékenységével összefüggő feladatokat lát el, szervezési, koordinációs továbbképzési és egyéb feladatokat lát el, míg az Országos Magyar Vadászkamara a vadászok, a hivatásos és a sportvadászok szakmai köztestülete.
A törvény értelmében a kamarai tagság létesítése kötelező. Teljesen indokolatlanak tartom a párhuzamosságot a magyar törvénykezésben. Van Magyar Agrárkamara, azon belül van vadászati, halászati osztály. Miért nem lehet ott a vadászokat integrálni, összefogni? Miért kell újra egy külön sóhivatalt létrehozni? Az a sóhivatal, amely az egész országnak, de ugye a vadászoknak is egy külön anyagi tehertétel lesz. Indokolatlan a párhuzamosság. Vannak olyan földtulajdonosok, akik fizetnek hegyközségi díjat, fizetnek most agrárkamara díjat, és ha mondjuk vadásznak is a saját földjükön, akkor fizetnek majd vadászkamara díjat is. Három helyre fizetnek, teljesen indokolatlan, úgy az állampolgár, úgy a társadalom szempontjából. Történt-e változás jogi szempontból a gépjármű vad balesetek esetében? Akkor, amikor a vad állami tulajdon lett a törvényben, ugye az van állami tulajdon, akkor mi nem tudtunk egyetérteni azzal, hogy ugye az állam tulajdonával ütközik a gépjármű vezető, tehát a gépkocsi, és akkor a vadásztársaság fizesse meg a kárt. Nem beszélve azt a törvény szerint, ugye a vad állami tulajdon, a közút nem vadászterület, és hogyha most már a végrehajtási utasításban megjelent rész érvényesülni tud, ha a vadásztársaságok betartják azokat a törvényeket és azokat az előírásokat, hogy 100 méteres körzetben nem telepítenek sózókat, etetőket, és nem csalják oda a vadat, akkor ki tudják védeni az ütközéses kárt. Ez már egy nagyon nagy előre haladás, ezáltal a legfontosabb az ebbe az egészbe, hogy most már a vadásztársaságoknak, tulajdonosoknak és a vadászoknak végre még nem kötelező a biztosítás megkötése ilyen értelemben, és nem kell megkötni a biztosítást, mert ha mindenki a törvények szellemében jár el, a gépkocsi vezető is, meg a vadásztársaság is, akkor elkerülhetőek az ütközések. Ha viszont mindenképpen ütközés lesz, akkor ez már a polgári törvénykönyvbe tartozik, megállapítja a hatóság, a rendőrség, hogy ki a vétkes. A Tata évszázadai című sorozat következő előadása csütörtökön volt a Szabadtéri Geológiai Múzeumban. Igazából itt nem évszázadokról kéne beszélnünk, hanem sok-sok évmillióról, hiszen a Kálvária domb, amit mögöttünk látható, több mint 200 millió évvel ezelőtt rakódott le a tengerben. És hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog, nem is itt volt az a tenger, hanem jó pár ezer kilométerre valahol délkeletre. Tehát egy ottani sekélytenger üledéke ez a sok kőzet, amit évszázadokig bányáztak itt Tatán. Elég csak az öregvárat vagy bármelyik régi tatai épületet megnézni. Nagy része a Kálvária domb kőzetéből épült föl. Nagyon kedvelt építőkő, kiváló minőségű, nagy a szilárdsága, de mégis jól fejthető a rétegzettsége folytán. Na most ezen a kicsi területen egy egész, nem is egy, hanem több geológiai kor keresztmetszete látható. Hogyha ezt külön-külön akarnánk megnézni, akkor legalább 6-7 helyre vagy nem is tudom, geológiai feltárásra kéne elmennünk, hogy ezt tanulmányozhassuk. Itt viszont egyben van minden, úgyhogy a tatai Kálvária domb ebből a szempontból egy rendkívül kedvező hely. Ennek a társulatnak most tartok először, de elég sűrűn jönnek látogatók. Itt látható, hogy egy másik csoport is éppen van, akik messzebbről jöttek. A terület érdekességét emeli egyébként egyrészt az, hogy az ősembernek itt volt tűzkő bányája, tehát az eszközeinek az anyagát itt találta meg a Jura rétegek közötti tűzkő rétegekben. Egy rendkívül kemény, pattintható üvegnél keményebb anyag. Nagyon jól tudta használni, apró szilánkokat tört belőle, és aztán ezzel trancsírozta ételeit. Aztán tovább fokozza a terület érdekességét, hogy alatta van egy fokozottan védett barlang, a Megalodus barlang, ami hát megint egy unikum, mert az alulról feltörő langyos vizek válták ki a mészkőben, és teljesen egyedi képződmények vannak benne, például tökéletesen kipreparált ősmaradványok, úgynevezett Megalodus kagylók, erről is kapta a nevét, amelyeket ez a langyos víz tökéletesen kipreparált a mészkőből. Azon kívül szintén a langyos vízből a későbbi időszakban aztán gyönyörű szép kalcit kristályok váltak ki, amelyek virágok és egyéb paplanok és egyéb fantasztikus formákat vesznek fel a barlangfalán és mennyezetén. Ez a Szabadtéri Múzeum akkor tulajdonképpen egy szabadtéri egyetemnek is felfogható? Hát igen, és nagyon sokan járnak messze földről is egyetemisták, de még az oktatóik is, tudósok, kutatók tanulmányozzák itt a rétegeket. Lesz ennek folytatása ennek a mai előadásnak? Hát részemről úgy tudom, nem ez a geológiai rész, csak ez, de valószínű, hogy még több ilyen egységből fog állni ez a sorozat.
A sörivás kultúráját kívánja megteremteni, valamint a jó zenét, a blues zenét, például a blues zenét kedvelő társaságok számára különböző összejövetelek rendkívül rangos helyszíne lesz ezentúl az a söröző, az az írsöröző, ami a múlt héten nyílt meg Tatán. Kulturális öltfogyasztásnak egy új formája jelent meg, Tatán, mégpedig a pub jelleg. Mit akart? Tulajdonképpen egy ír, angolos stílusú sörözőt akar. Mi a sajátja? Tehát a sajátos vonása, ez tulajdonképpen abban nyilván meg a berendezési tárgyakban, a kiszolgálás módjával, van az egésznek az összhangjával, tehát ezeknek az összhangjával. Hogyan kell viselkednie ez ide betérőnek? Hát ez egy jóval kultúráltabb hely, mint az átlagos, ígymond kocsma, bár a pub szó ugye az a kocsmát jelenti. Szerintem farmerba, ahogy éppen itt a sétál a közönség a tóparton, egész nyugodtan így bármikor szívesen látjuk őket. Vannak esetleg különleges szokások? Vannak egy-két ötletek, de ezeket nem árulom el így a nézőknek. El kell jönni és meg kell nézni. Korosztály, akit megcikoztunk. Körül kell nézni a helyiségnek a belső hangulata. Szerintem mindenkit megfog, minden korosztály megfog. Itt le tud ülni az apa a fiával egy sörre, kólázni, üdítőzni. Még a nagymamákat is szívesen lehet. Mi mindenképpen egész évvel át szeretnénk működni. Ezt reklámmal, programokkal, különböző együtteseket hívunk meg, hétvégi koncertezésre, élő koncerteket fogunk szervezni. Ezzel talán ki tudjuk húzni az egész éves vendégjárást. Az írpagok kőkemény világába hogy kerül egy hölgy? Vendéglátóiskolát végeztem, úgyhogy most is vendéglátó főiskolára járok, úgyhogy... Ki volt az ötlet gazdája? Közösen a Robival. Ő is vendéglátós végzettsége van, úgyhogy megpróbáltuk, hát ha. És nem fél attól, hogy esetleg a kocsmázó legények, a pabozó legények egy kicsit másképp fognak viselkedni? Nem hiszem. Ez egy elég kulturált hely, úgyhogy szerintem észre fogják venni magukat. Vagy előbb, vagy utóbb. Férfiak a sörösök mégis önkezd egy söröző üzemeltetésében. Hát az nem jelenti azt, hogy nem lehet üzemeltetni hölgynek szerintem sörözőt. A férfiak megisszák, én meg eladom. Öreg busz, nem vén busz, gondolták azok a szerelők, akik meglátták azt a busz matuzsálemet, amely természetesen nem olyan állapotában, ahogy önök fogják látni néhány perc múlva, és aztán rengeteg sok munkával és nagy-nagy szeretettel összerakták, lefestették, és most már kiállításra is vitték az újdonsült gyönyörűséget.
Valamikor még dolgoztam is ilyen kocsiba, még lent Békés megyében elég sokáig voltak ilyen gépjárművek, úgyhogy nosztalgia. És hogy emlékszik, nem szitta akkor nagyon sokat? Nem, ez akkor ez számított a legjobbnak, kényelmes volt, jó rugózása volt neki télen, nagyon jó fűthetőek voltak ezek a kocsik, szóval jó eső érzés egy ilyenbe beülni. Miben más? Csak az mostani buszok jobbak-e, rosszabbak-e valamiben? Hát nem mondhatni, hogy rosszabb lenne, azt egyáltalán nem, tehát még új, addig minden jó. Addig minden szép, minden jó. Végül is kilátás ebbe is jó volt. Azt hiszem, hogy közlekedés szempontjából pedig az, hogy áramvonalasabb, tehát nincs az a egyenes homlok rész, tehát szinte vágta a levegőt. A buszt 1968-ban gyártották. 3 millió kilométert teljesített, míg nem nyugdíjba vonult. Magát a típust, az Icarus 55-öst, akkori közkedvelt nevén Farost, az Icarus gyár 1952-ben fejlesztette ki. Néhány műszaki adat. A karosszéria 11 méter hosszú, 2,5 méter széles, 3 méter magas. Alul 3 köbméteres csomagtartóval, fölül 41 személyes utastérrel. Motorja Steyr licenc alapján gyártott 6 hengeres, soros elrendezésű Csepel dízelmotor. 8300 köbcentiméteres. Teljesítménye 145 lóerő. Végsebessége 80-85 km. 1954 és 1973 között ebből a típusból 7425 darab készült, és ebből 1000 darab futott Magyarországon. A többit elsősorban a KGST országokba exportálta a gyár, de futottak Icarus autóbuszok Afrikában, Ázsiában és Európa számos országában. Amikor ezek üzembe kerültek, akkor forradalmasították a tömegközlekedést? Két jelentős újítást hoztak ezek az autóbuszok a korábbiakhoz képest. Mind a kettő műszaki értelemben vett újítás. Az egyik, hogy ez az autóbusz, az első autóbusz, ami önhordó karosszériára épült, ennek egyértelműen az a célja volt, hogy az autóbusz önsúlyát ezzel csökkenteni tudták a korábbi alvázas kivitelekhez képest. A másik említésre méltó újdonság pedig az, hogy a korábbi autóbuszokra az volt jellemző, hogy a motor elől egy motorházban vagy a vezető mellett foglalt helyet, és ez volt az az első magyar gyártású autóbusz, ahol a motor hátra került. Ennek megint csak műszaki okai voltak, így az áttétel megváltozott, és hát egy más műszaki megoldást tett lehetővé. Miért voltak ezek ilyen népszerűek, nem csak nálunk, hanem külföldön is? Hát ez a maga korában egy világszínvonalat képviselő autóbusz volt. Azt hiszem bátran mondhatom, hogy az Icarus gyár világszerte ismert nevét is ez az autóbusz, vagy ez a típus alapozta meg. Nagyon szerették az akkori autóbuszvezetők és szerelők is, könnyű szerelhetősége miatt, jó menetdinamikája miatt. Megjelent a busz, és rögtön előkerült egy fénykép. Ez volt a saját busza? Hát valamikor igen. Meddig vezette? Mennyi éven keresztül? Hát ezt így nehéz megmondani. Mennyi? 4-5 év. És fontos volt, hogy fénykép készüljön róla? Kedves busz? Igen, igen, ez nagyon jó busz volt. Miért szerette? Hát minden jó volt rajta, nagyon jó volt vezetni. Szerintem jobb volt mindezek a panorámák. Miért újították fel ezt az egy példányt? A felújítás gondolata a műszaki kollégákban fogalmazódott meg. Tulajdonképpen nosztalgia áll a dolog mögött. Én megkérdeztem riportra felkészülve a műszaki kollégákat, hogy miért is csinálták, mondjanak valamit róla. Ők azt válaszolták, hogy ez az autóbusz a maga idejében a világ elsők között volt. Ők rátaláltak erre az autóbuszra, és azt gondolták, hogy az utókornak ezt mindenképpen meg kell őrizni. Az autóbusz felújítására nem annyira pénz volt jellemző, mint inkább néhány ember lelkes hozzáállása. Varga Kálmán műszaki igazgató vezetésével egy kb. 10 tagú műszaki csapat szabadidejét és energiáját feláldozva hozta létre ezt, amit most mögöttem látunk. És most mi lesz ebből? Kiállítási tárgy?
Hogy esetleg nosztalgiai járatok is indulnak majd? Hát nagyon nehéz megjósolni a jövőjét. Egyelőre azt tudom mondani, hogy menetrend szerint járja a kiállításokat és különböző rendezvényeket. Májusban két kiállításon is részt vett. Az egyik egy veterán autó találkozó volt Tatabányán, ahol egyébként a zsűri megítélése szerint a legszebben restaurált magyar autódíjat kapta. Részt vett az Industrián. Hát a következő álmás, ahol kiállítva lesz, ez július 18 és 20-a között Szegeden egy kiállítás keretében mutatjuk be ezt az autóbuszt. Úgy felidőződik egy-két emlék, hogy én emlékszem rá, hogy milyen volt, a sofőrök akkor versenyben voltak, a hátul ugye szétnyitható motor, ház burkolat van, mert nem tető, és versenybe úgy csinálták, hogy nézték állandóan, hogy van-e olajfolyás, csepeg a víz, tehát másabb volt a hozzáállás, másabb volt az emberek hozzáállása is, tehát a munkához. Hogy megy az idő? Amin még osztálykirándulásra mentünk, az mára már ipartörténeti, technikatörténeti érdekesség. Egészen más témáról lesz szó a most következő 11 percben. Teljesen természetesen visszük a gyerekeinket, kicsi koruktól kezdve a megszabott kötelező védőoltásokra. Vannak azonban olyan védőoltások is, amelyeket nem tesz kötelezővé semmiféle egészségügyi törvény. Én nem tudom, hogy önök közül mennyien választják például a kullancs elleni oltást, a mágyulladás, fertőző mágyulladás elleni oltást. Ezt önöknek kell eldönteni. A most következő percekben egy olyan házaspárral találkoznak majd, akik úgy döntöttek, hogy nem csak a választható oltást, hanem az úgymond kötelező védőoltásokat sem engedik beadatni gyermekeiknek. Telefonszámunk 383-523. Tisztelt Alkotmánybíróság! A Komárom-Esztergom megyei bíróság ítélete ellen az 1989-es 32. törvény 48. paragrafusa alapján alkotmányjogi panaszt terjesztek elő. Véleményünk szerint a védőoltások kötelezővé tétele sérti az alkotmányban és a nemzetközi szerződésekben biztosított alapvető emberi jogainkat. Úgy, mint a vallás és meggyőződés gyakorlásához való jogot és az egyén saját személye feletti önrendelkezésének jogát. A védőoltás tisztán jogi szempontból nem más, mint testidegen anyagok vérkeringésbe juttatása az illető személy testébe való behatolás útján. Ráadásul végleges és visszafordíthatatlan változást okoz az egyén szervezetében. Mélységes meggyőződésünk és vallásunk meggyőződése is, hogy a szervezet egészségesen tartására nem idegen anyagok vérbefecskendezése a megfelelő módszer. Ez azonban nem jelenti azt, hogy saját nézeteinket szeretnénk államilag elfogadtatni. Csupán azt kívánjuk, hogy az állam nézeteitől eltérő gondolkodásunkat, meggyőződésünket tartsa tiszteletben, és ne kényszerítsen azzal ellentétes beavatkozás elfogadására. Tisztelettel Boros Zoltán és Borosné Pintér Mónika, Tata. Saját gyermekeinknél tapasztaltunk kellemetlen hatásokat a legidősebbiknél és a középsőnél, így aztán a legkisebbiknek már nem is engedtük beadni a védőoltásokat. Mi volt az, amit tapasztaltak? A nagyobbik fiamnál rángógörcs lépett fel az oltást követően, a lányomnál pedig egy hosszú, olyan körülbelül egy napos kómaszerű alvás. Mit mondtak erre az orvosok? Megvonták a vállukat. Nem nagyon szokás, hát ez Kanadában volt, nem nagyon szokás ezt elismerni, mert anyagi vonzatai vannak, tehát akkor mi perelhetnénk az oltást, gyártó céget, és hát ezt nem szívesen vállalják. Ez azt jelenti, hogy egy hosszú időt töltöttek Kanadában, ott kezdtek el foglalkozni tulajdonképpen az oltások, a védőoltások mellékhatásaival? Igen, körülbelül 5 évig voltunk ott, ugyanazon a helyen, és hát ott néztünk ennek utána. Végül is ott sokkal szabadabb az információhoz való hozzáférés, már csak azért is, mert nemzetközi irodalom többnyire angol nyelven íródik. Itthon volt-e abból valamilyen problémájuk, hogy a harmadik, jelenleg még a legkisebb gyermeket, hiszen most is kismama, nem vitték el a szokásos első csecsemőkori oltásra? Volt problémánk végül is, mert az ANTS, a városi ANTS kötelezett minket, amit mi megfelelőbben vesztünk, és hát végül is a bíróság elé került az egész.
Az 1972-es egészségügyről szóló törvény értelmében Magyarországon minden ember 3-4 napos korától 17 éves koráig oltási kötelezettség alá tartozik. Alapvetően és kötelezően 7 betegség ellen oltanak, úgy mint diftéria, kanyaró, járványos gyermekbénulás, mumps, rubeola, TBC, tetanusz. Volt-e már példa, hogy családok ellenálltak, és nem akarták, hogy beoltsák a gyereküket? Egy példa volt a boros család, aki nem akarta oltatni a gyerekeit. Volt-e már tatán példa arra, hogy valaki súlyosan megbetegedett, vagy esetleg meghalt védőoltás következtében? Hát én tudomásom szerint nem volt, én 25 éve vagyok tatán, erről nem tudok. Hát nyilván, hogy minden oltásnak kisebb reakciója előfordul, de komolyabb reakcióról én nem tudok. Egyébként a védőoltásoknak a reakcióját külön jelenteni kell. És hogyha ilyen szövődmény fordul elő védőoltással kapcsolatban, hogy nem úgy reagál valakinek a szervezete a védőoltásra, mint az átlagnak vagy más embernek, akkor ezt komolyan ki kell vizsgálni. Tehát akkor erről hivatalos feljegyzés készült volna. Feljegyzés, jegyzőkönyv készül, és ezt komolyan kell venni. Van-e kizáró ok, vagy felmentő ok a védőoltások alól? Igen, a gyereknek az egészségi állapota a szabályozásban fel van sorolva, hogy mik azok a kizáró okok, krónikus betegségek, olyan betegségek, ami nagyfokú allergiás hajlam, vagy vele született súlyos betegségek, amik kizáró okok lehetnek, és természetesen ezt figyelembe veszik. A boros házaspár nem kérvényezte kizáró okokra hivatkozva a felmentést. Ők úgy érzik, emberi jogokat sért az oltások kötelező volta. Az általuk alapított Gólyahír Egyesület pedig szórólapokon terjeszti mindazt az információt, amelyet a védőoltások káros hatásairól fordított külföldi szaklapokból a házaspár. Ön egyértelműen védőoltás ellenes? Én személy szerint igen. Tehát én személy szerint meg vagyok erről győződve, bár mint az egyesület vezetője tulajdonképpen csak azt tartom sérelmesnek, hogy nem dönthetnek a szülők arról, hogy választják el, vagy nem választják a védőoltást. Máshol dönthetnek? Máshol dönthetnek. A követségeket, a nyugat-európai követségeket megkérdeztük. A legtöbb helyről azt a választ kaptuk, hogy nincs is az oltásról rendelkező törvényük, mert egyszerűen nem kötelező a védőoltás. Az oltások helyett önök tudnak-e kínálni, javasolni, használni valami mást? Feltétlenül van a védőoltásoknak alternatívája. Legfőképpen azért, mert a védőoltás önmagában a dokumentációk szerint sem véd. Tehát, hogyha a szervezet immunrendszere, védekező rendszere legyengült, akkor a védőoltás semmiképpen nem nyújt védelmet. Éppen ezért a megoldást abban látom, személy szerint, hogy a szervezet védekező képességét kell jó szinten tartani. Míg a múlt század végén ezres nagyságrendben fordultak elő különböző fertőző betegségek, diftéria, pertussis és szamárköhögés, és családokban 2-3 gyerek is előfordult, hogy meghalt egyszerre. Ma az embereket meg lehet védeni a védőoltással ezek ellen a fertőző betegségek ellen, és tulajdonképpen gyakorlatilag nem fordulnak elő ezek a betegségek az oltott közösségekben. A védőoltások bevezetésének eredményeként például a WHO megszüntetnek nyilvánította a himlőt. 1980 óta nem is oltanak ellene. A szabincseppek bevezetésével, például az NSZK-ban, a 60-as években egyetlen esztendő alatt 4667-ről 291-re esett vissza a járványos gyermekbénulásban megbetegedettek száma. A torokgyik elleni védőoltás bevezetése előtt 100 diftériás betegből 75 meghalt. 1940 óta csak elvétve regisztrálnak egy-egy diftériás megbetegedést. Abban az esetben, hogyha az oltás fegyelem lazul, vagy hát erre például Ukrajna, Románia, ugye ahol az utóbbi időben olyan dolgok történtek, hogy az oltásokkal gondok voltak, és hát nagyon nagy számú megbetegedések, sőt halálozások fordultak elő diftériában és kanyaróban is az elmúlt év végén. A hazai szabályozásunk a védőoltásokkal kapcsolatban nagyon szigorú. Hogy van ez Európa többi országaiban? Hát tulajdonképpen a világon, nem csak az európai országokban, hanem világon a
a fejlett világban. Úgy van ez szabályozva tulajdonképpen, hogy a gyerekek iskolába, illetve közösségbe nem mehetnek addig, amíg bizonyos védőoltásokat meg nem kapnak. Nálunk mi lehet a következménye, hogyha mondjuk ez a házaspár úgy dönt, hogy határozat ide vagy oda mégsem oltatja be a gyereket? Nálunk is érvényben nem mehet, egyelőre gyerekek járnak közösségbe. Na most én azt mondom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vannak, mert azért, hogyha ezt egy szülő mondjuk más helyen, Ukrajnába vagy Romániába, ahol ugye ilyen dolgok fordultak elő, és nagyfokú oltatlanságban megcsinálja a gyerekeivel, én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint egy oltott, tehát egy átoltott közösségben. Na most a veszély az nem alszik, mert tulajdonképpen ugye emberek jönnek, mennek, olyan nagyfokú a forgalom, idegen forgalom, hogy soha nem lehet tudni, hogy ki milyen betegséggel érkezik. Felelőtlenségnek érzi fölös? Én úgy érzem, hogy az. A védőoltások különben hány százalékos biztonságot jelentenek a betegségek ellen? Hát eddigi tudomásunk szerint csak nem 100%-osat. Nem érzi soha, úgy gondolom, nagyon gyakran teszik fel ezt a kérdést mostanában, hogy veszélyezteti a saját gyerekei életét, egészségét, illetve azokét, akikkel a gyerekei mondjuk kapcsolatban vannak? Nem érzem, főleg azok után, hogy én találkoztam olyanokkal, akik az egész életüket az oltás következtében megnyomorodva kell tölteniük. Az én saját mérlegelésem szerint a mérleg egyik oldalán az a lehetőség van, hogy én megvédhetem az egészségüket természetes módon, a másik oldalán pedig az az igazolt veszély, hogy az oltás következtében problémák léphetnek föl. Na most, hogy másokat veszélyeztete, ez sokszor felszokott merülni. Véleményem szerint először is, ha a másik védőoltásban részesült, akkor ha ő hisz ebben, akkor nyugodt lehet. A másik pedig az, ami miatt ezt nem hiszem és nem fogadom el, hogy erre szintén vannak dokumentációk, hogy az oltott lakosság és a járványok során ugyanúgy részt vesz a betegség terjesztésében. Sem a városi, sem a megyei ANTS államigazgatási határozata, amely az oltások pótlására kötelezi a szülőket, nem ingatta meg a házaspárt. Borosék panasza most az Alkotmánybíróság előtt van. Ha kell azonban, Strasbourgig is elmennek. Telefonszámunk 383-523, és van levélcímünk is, Tatai Televízió, Agostyáni út 1-3. A holnapi Sportked előzetese és reklám következik. Kedden 19 órakor ismét jelentkezik a Tatai Televízió sportmagazinja. Évzárót tartottak a Tatabánya Tatai Cserép Kézilabdaklub ifjúsági és serdülő csapatának a mini fórumban. Strandröplabda bajnokságot szerveznek június 20-21-én és július elején a Fényesen. A mi kapokait és... Tacse. Százados tapasztalat biztonsága. A legújabb kor technológiája. A természetes anyag eredeti szépsége. Tatai cserép. A biztos fedél. Két évvel ezelőtt Tata legfiatalabb testvérvárosának gyermekküldöttsége, az Arenzánói gyerekek voltak itt Tatán. Most, két héttel ezelőtt tatai gyerekek viszonozták a Virágpart gyermekeinek látogatását. És hogy milyen is volt Arenzánó, és hogy milyen is Tata legfiatalabb testvérváros, következő 20 perc. Részei. Békés, boldog bölcsői az életnek, már ami a természeti környezetet illeti. Az ég a mindenséget, a hegyek ölelőre nyúlt karjai a biztonságot, a tenger a végtelen szabadságot jelenti az ott élőknek.
A partvonalat a téli fagyhullámok el nem érik. Nincs dermesztő hideg, és nincs pokoli forróság. Hálás is érte minden fa és virág. A sodártestű datolyapálmák, a sűrűn burjánzó délszaki mediterrán bozót, az áthatolhatatlan mimóza, mirtusz és babér, amelynek fűszeres, bódító illata a termesztett virágokéval keveredik. Mert hogy? Hollandia mellett ez a vidék Európa leggazdagabb virágtermelő és exportáló helye. A virágpartot, a Riviera dei Fiorit, a francia Riviera az Azurpart mellé találták ki az olaszok. Igaz, a franciákhoz képest néhány évtizedes késéssel fedezték fel, hogy a festői környezet turisták százezreit vonza. Arenzano, Tata legfiatalabb testvérvárosa, itt a Riviera dei Fiorin, Genova közelében fekszik. A valamikori halászfaluból a milánói előkelőség alakította üdülőhelyé. Ők vásároltak és építettek villákat, s tették Arenzanót a virágpart egyik legbájosabb városává. 12-14 ezer lakosa van. Az idegenforgalmi szezonban, ami ezen a vidéken az év 6 hónapját jelenti, háromszorosára, négyszeresére nő az itt élők száma. A festői öböl, a jellegzetesen olasz városkép szinte a világ minden részéről vonza a turistákat. A 19. század végén, az 1880-as években Luisa Sauli Pallavicino elhatározta, hogy felújítja a család tulajdonában lévő 1558-ban épült Arenzanói villát. Átalakítatta a körülötte lévő, addig gazdálkodásra használt területet is. A park kialakítását Luigi Rovellire, a neves kertépítőre bízta, aki a kor divatját követve a kastély köré angol kertet varázsolt. Nagy tisztásokkal, tekervényes utakkal, műrommal, barlangokkal, szökőkutakkal, ahogy azt kell. Az angol kert stílusának megfelelően egy tavat is kialakított a parkban. Ez a tó azonban mára sajnos eltűnt. Van azonban a századfordulóról származó üvegház, Lamberto Cusani műve, amit az alkotó szintén a kordivatnak megfelelően francia és angol minták alapján tervezett. Az angol parkban, melynek jelentős botanikai értéke van, a Ligur vidéken ritkának számító növények is megtalálhatók. Egyes fák koruknál fogva óriásira nőttek. Elbűvölő látvány az óriás fenyők, paratölgyek, platánok és pálmák harmonikus együttélése. Magát a kastélyt is romantikus stílusban újították fel. A villa köré középkori városnegyedet építettek, amelyet őrtornyos védőfal kapcsol a várhoz. A parkbéli műváros zegzugos utcácskáit, az angol park művészien komponált romos építményeit, épp úgy, mint nálunk, a mi angol parkunkban, fotósok használják festői díszletként egy-egy esküvő, első áldozás, családi összejövetel megörökítésekor. Arenzano Pallavicini Márki családjától megvásárolta a kastélyt. Azóta városházaként működik, ahol a hivatal dolgozik, a polgárok intézik ügyes-bajos dolgaikat, ahol a polgári esküvőket tartják, s ahol a tatai gyerekeket is fogadta Arenzano polgármestere. Come ho detto anche prima, come ho detto anche a tata, quando voi avete festeggiato i 1100 anni dello Stato Magyaro. Köszöntő beszédében ismét hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy különböző népek gyermekei megismerhessék egymást, barátságot köthessenek, hogy felnőttként ne csak a különbséget, hanem a hasonlóságot is lássák egymásban. Ha hallanak akár gazdasági, akár politikai hírek kapcsán a másik országáról, arra gondoljanak, igen, nekem ott ismerősöm, barátom van. Ha ezek a testvérvárosi kapcsolatok valóban élnek, mondta a polgármester, akkor a közös Európa gondolata nem utópia, nem kényszer, hanem teljesen természetes igény a következő nemzedék számára. A hét programját kollégái úgy állították össze, hogy a magyar gyerekek minél jobban megismerhessék az olasz életformát, az olasz vendégszeretetet. Nem azt, ami általában a turistákat fogadja, hanem azt, ami a barátokat várja. A parkot pedig nem csupán a magyar gyerekek lakták be.
Az angol kert hétvégén teljesen benépesül. A hétköznapok csendje, amit csak a parkban szabadon élő pávák rikácsolása, a kacsák zajongása ver fel, pénteken és szombaton olaszos jókedvre vált. Gyerekek játszanak, futkároznak a kanyargó sétányokon. Nagymamák, nagypapák nézegetik unokáikkal a sütkérező teknősöket. Hattyúk eszik degeszre magukat a látogatók kedveskedései nyomán. Pórázzal féken tartott kutyák bámulják vágyakozva, ahogy kacsamama vezeti totyogó pejhes kis hadát. Bacskák süttetik magukat a köveken, barátok beszélgetnek fűre, padra telepedve. Aztán, mivel a parkot este 9 körül bezárják, a társasági élet a tengerparti sétányon, az utcára nyíló kávézók és pizzériák teraszán, az óváros mesedíszlethez hasonló kivilágított terecskéin folytatódik tovább. Aria serena dopo una tempesta, per aria fresca fare già la festa, che bella cosa una giornata e sole. Esték zajosak, reggel csak a tenger zúg. A kikötői halászokon kívül sokára ébred a város. A tenger pedig még júliusig jól és csak a turistákat simogatja. A helybéliek a napot még pulóverben kezdik, és délután is inkább a sétányról, legfeljebb a parti napozógyékényről figyelik a vendégeket, ahogy azok mit sem törődve a 18-20 fokos vízzel vidáman strandolnak. A tatai gyerekcsapatnak már az első napon rengeteg helybéli ismerőse akadt. Percek alatt áthidalták a nyelvi problémákat. Igaz, a vendéglátók tényleg nagyon közvetlenül és egyértelműen keresték a kapcsolatot. Hiszen ebben az egy hétben Arenzano minden gyermekes családja tudta, vendégek vannak a városban. Apropó gyerekek.
Arenzánónak két általános iskolája van, az alsó tagozatosoké és a felsősöké. 6-700 gyerek jár iskolába, szombaton is. A városban élénk sportélet folyik, fociznak, röplabdáznak, vívnak. Általában angolul vagy franciául tanulnak. A zene és a művészeti oktatás fontos szerepet játszik az életükben. Részt vettünk például egy koncerten, ahol valamilyen hangszerrel, ha furujával is, de minden iskolás szerepelt. A családok készültek a vendégek fogadására. Anna Maria Pisano és férje saját két gyermeke mellé még 4 magyar diákot vállalt. Sì, io penso che sia una cosa ottima. In quanto siamo figli dell'Europa, per non dire figli del mondo. Mindannyian Európa gyermekei vagyunk. Fontos, hogy erről ne csak beszéljünk, hanem a gyermekeink ezt természetesnek vegyék. Ha barátságokat kötnek, talán azok a láthatatlan falak is leomlanak, amelyek még mindig megosztják Európát és rettenetes háborúkhoz vezetnek. Mások vagyunk, hát persze, de ebben ez a szép. Ha megfigyeli a gyerekeket, szavak nélkül is értik egymást. Híd van a lelkeik között. Nem magyarok és olaszok többé, hanem emberek. Tanulják meg, hogy Európának egy nagy családdá kell válnia. Nem kell ebben a családban mindenkit szeretni, de nem kell bántani sem. Sőt, ha baj van, nekünk európaiaknak egymáson kellene segíteni, hiszen olyan közel vagyunk. És meg lehet tanulni békésen egymás mellett élni. Nézze meg minket olaszokat. A magyaroknak szerencséjük volt, mert évezred óta, ha baj volt, mindig egy nemzetként küzdöttek a fennmaradásért. Na de mi? Évszázadokig ellenfelei voltunk egymásnak. Genova, Toszka, Pizza, Velence, Róma, mind külön állam volt külön célokkal. Most mégis együtt vagyunk. No persze azért, ez sem fenékig tejfel. A nagy politikába azért nem mélyedtünk bele. A konyha nyelve sokkal barátságosabb. Otthon vagy a különböző éttermekben egyaránt. Italia di spaghetti al dente.
come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Torni Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Arenzanóhoz legközelebbi nagyváros Genova, amelyet több mint 1 millióan laknak, és Európa egyik legnagyobb forgalmú kikötővárosa. A hatalmas, félkaré alakban ívelő régi kikötőből körül bástyafalként egymáshoz toluló régi házak tömkelege, közöttük számtalan arasznyi sikátor labirintusa. A mögöttük, körülöttük és fölöttük felalá hullámzó domboldalakon hatalmas paloták, aztán ismét egymáshoz szoruló több száz éves birkaszárnyák hangyabolyai. És íme a hajó, amelyet a Hook kapitány című film forgatásához építettek itt a genovai kikötőben néhány évvel ezelőtt. Szintén a kikötőben található Európa legnagyobb akváriuma, több mint 50 nagy medencével, amelynek mindegyikében a Föld egy-egy különleges vidékének vízivilága.